Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Önök az Igaz Gyöngy műsort látják. Gere Léla vagyok, a következő egy óra házigazdája. Néhány hónappal ezelőtt meghívtak egy keresztény női alkalomra, egy nagyon szép kis vidéki városba. Nagyon örömmel vettem a meghívást, természetesen elfogadtam. Ahogy megérkeztem és leültem a terembe, ami zsúfolásig tárt hölgyekkel, elkezdtem körülnézni, és amikor megkezdődött az alkalom, azt a kedves hölgyet láttam a mikrofon mögött, aki meghívott erre az alkalomra. Ő vezette végig az alkalmat, ő volt a konferencié. És ahogy figyeltem őt, néhány perc után eldőlt a szívemben, hogy ez a kedves hölgy, ez olyan értékes, és annyira érezhetően átjön az, hogy tudja, hogy kicsoda ő Krisztusban, hogy úgy döntöttem, hogy meghívom ebbe a műsorba. És amikor meghívtam, akkor beszélgettünk arról, hogy ki is legyen a partnerem, és szóba került az ő kedves lánya is. És igazából az a megtiszteltetés ért most engem, és nagyon remélem, hogy önök is így fogják érezni majd a műsor végén, hogy két olyan kedves hölgyet, egy édesanyát a lányával sikerült meghívni a stúdióba, akik mesélni fognak magukról, mesélni fognak arról, hogy mit csinálnak, hogy kicsodák ők Krisztusban, és hogy hogyan élik a hétköznapi életüket. Úgyhogy most szeretettel köszöntöm a stúdióban Matécsa Zoltánné Csillát és az ő kedves lányát, Polerecki Matécsa Hannát. Tényleg nagyon hálás vagyok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és egy rövid bemutatkozást kérnék tőletek először, és utána felteszem a kérdéseimet. Köszönjük a meghívást, Lilla. Örömmel jöttünk el. Matécsa Zoltánné vagyok. Egy Bács-Kiskun megyei városban élek a családommal, férjemmel, három gyermekemmel, akik közül most Hanna elkísért, és egy családi vállalkozásban vagyok, a férjemmel együtt vezetjük, ügyvezetőként dolgozom. Köszönöm szépen. Hanna? Ja, én pedig Hanna vagyok, sajnos ilyen hanggal fogok beszélni. 5 éve vagyok házas, és 5 éve vagyok házas, és van egy férjem, egyébként még egyetemen tanulok, és mellett, ne legy hangom, és mellette pedig egy kerttervező cégnél dolgozom. Köszönöm szépen. Nyugodtan így elvizet, Hanna. Van egy kis segítségünk. Ha jól tudom, akkor keresztény családba nőttetek fel, mind a ketten, és Csilla, neked még a nagyszüleid is keresztény gyökerekből származnak. Úgyhogy erről, hogyha esetleg mondanál, hogy szüleid kik voltak, hogyan élted meg gyerekkorodban a hitedet, és majd utána Hannát is erről kérdezgetjük egy kicsit. Igen, nagyszüleim is keresztények voltak, és nagyon hálás is vagyok ezért. A gyermekkoromat egy bakonyi karizmatikus gyülekezetben töltöttem, a szüleim és testvérem is oda jártunk, és nagyon megragadott már kisgyermekkorban az, ahogy a padból kikukucskálva nézelődtem, és láttam, hogy a bácsik, a nénik, a fiatalabbak is, hogy milyen átéléssel élik meg az ő hitüket, hogy milyen szenvedélyesen imádkoznak, akár térden állva, akár kezeiket fölemelve, és kisgyerekként ez nagyon mély nyomot hagyott bennem, hogy
úgy láttam, hogy ők valami láthatatlan világnak a részesei, ami még előttem rejtve volt, és úgy éreztem, hogy olyan kapcsolatban vannak Istennel, ami még nekem, tőlem még távol állt. Köszönöm szépen, aztán majd visszatérünk az anyára. Te hasonlóképpen élted meg a gyermekkorodat, vittek anyáik? Igen, mi is folyamatosan mentünk gyülekezetbe. Hát minden vasárnap hétről hétre, és igazából természetes volt az, hogy a gyülekezetbe járunk, ez az életformánk volt. És olyan 12 éves voltam nagyjából, amikor elkezdtem Istennel személyesen is találkozni, amikor rájöttem arra, hogy ez nem csak egy szokás vagy egy törvénykezés, hanem van-e mögött valami, és nekiálltam kutatni ezt a dolgot. Úgyhogy nekem ez egy hosszú folyamat volt, nem? Még most is tart, szerintem 60 éves koromig tartani fog, de ezt jobban tudjátok. Mi történt ezután, Csilla? Azt is megfigyeltem, ahogy idősödtem, hogy ezek az emberek másképp élnek, mint a többi városban élő emberek, és láttam, hogy nem dohányoznak, nem italoznak, nem járnak szórakozni bálokba, visszavonultabban élnek, és mégis boldogok, mégis olyan örömmel élik meg a hétköznapjaikat. És amikor tinédzser lettem, akkor sokat gondolkodtam azon, hogy engem is vonzott a világ, azok a dolgok, amit a kortársaim tettek, de sokat gondolkodtam azon, hogy vajon én ilyen háttérrel megtehetek olyan dolgokat, amit a többi fiatal. Tehát vonzott a szórakozás, vonzottak a lány kortársaimnak, már fiúdvallóik voltak, és nagy dilemmát okozott ez nekem, mert a gyülekezetben nem ezt láttam. És mikor így gondolkodtam, akkor az jutott eszembe, hogy igazából én megtehetek minden olyan dolgot, amit a többiek, mert hát én még nem is vagyok keresztény. Éreztem, hogy a szívemben még nem volt egy döntés, nem született meg ez a döntés, és ezt egy ilyen kiskaput találtam saját magam számára, és ezzel a kiskapuval aztán ugyanazokat a dolgokat tettem, mint a kortársaim. Tehát kipróbáltam a dohányzást, elmentem diszkóba, különböző szórakozó helyekre, és ehhez sokszor hazudnom kellett a szüleimnek otthon, hogy ezt megtehessem. Tehát nem mondtam mindig meg, hogy hova készülök, hogy hova megyek, és becsaptam őket. De úgy gondoltam, hogy így teljesen szabad az életem, és azt csinálom, amit szeretnék, amit én akarok. De nem volt minden rendben állam teljesen az életemben. Amikor néhány mondatban Hanna leírtad nekem, hogy mi is az élettörténeted, nagyon sok minden tetszett benne, és az egyik rövid mondatban valahogy úgy hangzott, hogy a kereszténység élhetősége. Mit értesz ez alatt? Vagy te neked hogy sikerül? Akár tinédzserkortól esetleg, talán induljunk onnan, hogy neked voltak-e ilyen kilengéseid, mint anyának, hiszen keresztény családban nőttél fel. Húha, most valami kell. Most kiderül. Megtudni. Aha. Szóval erről, hogyha néhány mondatot mondanál. Hát nekem annyira nagy látványos kilengéseim nem voltak. Magamban voltak időszakok, mikor elgondolkodtam, hogy vajon tényleg működik-e ez az egész. Vagy inkább az, hogy megéri ezt a nagy energiabefektetést, az, hogy mi máshogy élünk. Mit jelent az, hogy energiabefektetés? Hogy hát sok mindenre nemet mondunk, ami a világnak csak így megadatik, és azt gondolják, hogy szabadok. Közben kiderül, hogy valójában mi vagyunk szabadok azért, mert nem tesszük. És voltak időszakok, mikor ezen elgondolkodtam, hogy tényleg megéri-e Isten szerint élni, vagy megéri-e ezeket a úgymond törvényeket betartani, ami valójában nem törvény, hanem Istennek az útmutatása, ami alapján jól tudunk élni. És hát az a jó hír, hogy nem nekünk kell ezeket betartani, hanem Isten segít. Van esetleg valami példád erre, hogy konkrétan
Hát, mi volt nagy falat neked? Most egészen konkrétan nem tudok mondani. Aha, oké, akkor menjünk tovább. Igen, igen, igen. De alapvetően Isten segít abban, hogy tehát benne tudunk jók lenni. Írtad azt is, hogy nem voltak ilyen nagyon nagy varga betűk az életedben, viszont magadban kellett megharcolnod ezeket a dolgokat. Ez mit jelent? Hogy történt ez a magadban való harcolás? Esetleg a lelki vívódásaidról tudsz mondani valamit? Gondolkodom, hogy mi az, ami értelmezhető. Akkor térjünk hát anyára, jó, és akkor gondolkozol addig. Okay. Neked hogy sikerült végül is döntened? Volt valami ilyen konkrét pont? Hogy nem vagyok teljesen boldog így az életemmel, ezzel a megosztottsággal. És hát eszembe jutott, hogy van nekem egy gyermekkori bibliám, amit érdekes módon csak titokban mertem otthon olvasni, pedig nem tiltottak tőle. És elővettem, olvasgattam, és akkor éreztem Istennek a vonzását. És nagyon tényleg visszanyúltam ezekre a gyerekkori emlékekre, amikor láttam magam körül a boldog embereket, az arcukon láttam azt a megélt boldog isteni jelenlétet, és nekem is nagyon, nagyon hiányzott egyre inkább. És így döntöttem határozottan és egyenesen, hogy nem fogok kettőségben élni, nem akarok a világból is, és a keresztény életben is jól érezni magam, hanem egyedül csak Isten mellett fogok dönteni. Esetleg a szavakba tudnád-e formálni, hogy mi történt ekkor, amikor döntöttél? Tudom, hogy ez nagyon nehéz, de esetleg hát, ha tudunk segíteni a tévénézőknek, akik még a döntés előtt állnak. Hát ez egy hatalmas, a nehéz kő leesik a szívről, egy hatalmas fellélegzés, egy, mintha levegőhöz jutottam volna. Tehát mindazok a dolgok, amik folytogattak, vagy megterheltek, azok mind eltűntek. Tehát teljesen szabadnak éreztem. Tehát ezek után már nem volt nehéz azt mondani, hogy nem hazudok a szüleimnek, és nem csapom be őket. Pontosan, pontosan. Tehát most már nem azért nem tettem meg dolgokat, mert tiltva volt, vagy esetleg úgymond a vallásom tiltotta, hanem nem volt vágy a szívembe, hogy ezeket megtegyem. Nem is kívánkoztam ilyen helyzetekbe. Így inkább már a keresztény fiatalok társaságát kerestem, és olyan emberek között éreztem jól magam, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én. És teljesen minden erőt bedobásommal próbáltam Isten útjait fürkészni és őt követni. Ez nálad akkor hogy zajlott? Visszajöttünk a kérdéssel hozzá. Hát a gimnáziumi éveim alatt azt hiszem, hogy egész jó voltam. Tehát míg a többiek teljesen világi életet éltek, egyáltalán nem is vonzott, és nem is kívánkoztam azután. És aztán volt egy fordulópont, amikor elkezdtem egyetemre járni, azelőtt, mikor úgy felvettek, és hogy elkezdtem aggódni saját magam miatt, hogy jaj, mi lesz velem. Ugye vidéki városban nőttem fel, jön a nagy Pest, a szabadság, minden, és saját magam miatt kezdtem el aggódni, hogy fogok tudni jól megállni Istenben. És ott volt egy kis rövidebb időszakom, amikor nem annyira kerestem Istent, vagy nem azt mondom, hogy kerestem, csak kicsit távolabb kerültem tőle egy a személyes kapcsolatomban. De aztán minden látványos dolog nélkül, ahogy írtam is, egyszer csak újra visszataláltam, és aztán megint erős lett a kapcsolatom Istennel. De magyarul akkor, ha jól értem, akkor annak a függvénye, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel, hogy tudunk nemet mondani esetleg olyan dolgoknak, ami esetleg egészségünket, vagy bármit is, vagy a kapcsolatainkat rombolná. Igen. Hogy tartasz te kapcsolatot Istennel esetleg? Erről mondanál valamit? Igen. Nekem a fő kapcsolattartásom az a dicsőítés. Az, amikor leülök a zongorám elé, és nekiállok énekelni. Hát mostanában tényleg napi szinten teszem ezt, és emellett nyilván imádkozok is sokat, és olvasom a Bibliát, de sokszor a zongora előtt szoktam imádkozni
a szavaimmal, uh-huh. aztán néha születik belőle egy-két dal. Uh-huh. Hogy kezdtél zongorázni, mert ahogy emlékszem, kutyák, macskák és lovak voltak, így írtad az életedben. Ami szerintem egy nagyon szép gyerekkor. És akkor hogy találtál zongorára? Azt nem is tudom. Nagynéném zongorázott. Uh-huh. Őt láttam sokat zongorázni, és nekem is megtetszett. Már olyan 6 éves koromban egyértelműen tudtam, hogy én ezt akarom csinálni, és az igen. a zongora órára akarok járni, és uh-huh. anyáik, vegyetek zongorát, úgyhogy uh-huh. szerencsére anyáik ezt pedig teljesítették, miért is. Van egy jó sztori. Igen, okay, nekem halljuk. Is titkolt vágyam volt a zenetanulás gyerekkoromban, csak hát abban az időben ez nem kapott olyan teret, ez a vágyam, és így én kimaradtam ebből, és belül nagyon nagy késztetést éreztem, ez a zenei vonzalom, ez talán tőlem ered, és örömmel támogattam Hannát, uh-huh. örömmel támogattuk ebbe, hogy igen. részt tudjon venni. Ha megtudtad, azt mondtad, hogy végre... Gyerünk! Igen. Uh-huh. Ez nagyon klassz dolog, és amikor leülsz és dicsőítesz, ugye karizmatikusabb körökben így mondjuk, igen. mit jelent ez, hogy dicsőítesz? Hogy szoktad ezt csinálni? Egy kicsit talán részletesebben, igen. hát ha segítünk. Igen. Eszembe jutnak dalok, amiket uh-huh. ismerek, énekek, mindig épp az adott helyzetemhez, vagy az adott lelkiállapotomhoz. És akkor azokat elkezdem játszani. Uh-huh. Mindig tovább szokott tartani egy dal, mint egy verszak és refrén, tehát... Tehát nem egyszer elénekled, és akkor utána jöhet a következő? Akkor neki állok improvizálni zongorával, játszok uh-huh. ilyen dallamokat, uh-huh. ezt. Uh-huh. És közben imádkozok is. Akkor eszembe jut egy másik dal, akkor eljátszom azt. Uh-huh. Tehát valahogy így. Igen, tehát ez a lelkedből jön. A lelkedből igazából. Jön, igen. Ez nagyon csodálatos dolog. Tegnap este hirtelen elmentem színházba, és nagyon klassz zenés darab volt, nagyon szeretem a musicaleket, és pont ezen gondolkoztam, és eszembe jutottatok, vagyis, hogy te, Anna, hogy tudtam, hogy zenész, meg énekeket írsz, és hogy bele remektem igazából, hogy mennyire csodálatos a zene. Egy csomó külföldi volt ezen a musicalen, és igazából a zene olyan csodálatos dolgokat tud tenni, hogy az ember tényleg megnyílik és szárnyal, és mégis úgy éreztem, hogy amikor mi Isten dicsőítjük, akkor valami más történik. Tehát tegnap is úgy éreztem, hogy okay, valamilyen részben benne voltam ebbe az egészbe, de amikor mi közösen egy istentiszteleti alkalmon dicsőítjük az Istent, akkor az tényleg úgy érezzük, hogy a menny részesei vagyunk. Esetleg kérdezhetlek erről téged is, Csilla, hogy mennyire szeretsz dicsőíteni? Én nagyon szeretek énekelni, uh-huh. sajnos így a zenei tudásom hiányzik hozzá, de otthon mindig hallgatom a dalokat, én arra főzök, keresztény dicséretekre, énekekre. Aha. A gyerekeink tudják, hogy ha én otthon vagyok, akkor általában az énkaház az énekléstől. Nem csak zuhany alatt. Takarítani is csak úgy tudok. Uh-huh. Úgyhogy ez felemel. Uh-huh. Igen, uh-huh. igen, ez is... Hát ami a lelkünkben van, az fog kijönni belőlünk, uh-huh, és, uh-huh. és ez jó dolog, ha ilyen, uh-huh. ilyen dicsőri énekeket, igen, énekek igen. vannak legfelül bennünk. Kicsit előre szaladtuk, szeretnék még az életetekről, a házasságotokról egy kicsit többet megtudni. Ott hagytuk abba vele, Csilla, hogy elkezdtél keresztény ifjúsági találkozókra járni, ha jól értettem, és igen. ott megismerted Nakit. Igen, igen, mindig vágytam arra, hogy igazi társam legyen, és hát mielőtt döntöttem volna, Isten mellett voltak próbálkozásaim, hogy kinek jövök be, vagy nekem kijön be, és amikor döntöttem, akkor azt gondoltam, hogy
nem akarok tovább keresgélni, próbálkozni, hanem azzal a személlyel szeretnék megismerkedni, akivel majd leélem az életemet. Uh-huh. És egy keresztény táborban így ismertem meg a férjemet, Zoltánt, és nagyon hamar el is döntöttük, hogy együtt szeretnénk élni. Mi volt ez a hamar? Mi ez a hamar? Szabad elárulni? Szinte megismerkedésünk után néhány hónappal ebben az már igen. biztosak voltunk, uh-huh. hogy minket Isten egymásnak teremtett, uh-huh. és 3 év múlva házasodtunk össze. Akkor ezért volt ismerkedési lehetőség. Igen, okay. igen, de még így is nagyon fiatalok voltunk. Én 20 éves voltam, 20 és fél, ő pedig 21. Uh-huh. Értem. Hát ez nagyon klassz. Hanna, esetleg megkérdeztetlek téged is? Én beelőztem anyát egy évvel. Én 19 éves voltam, amikor megházasodtam. Uh-huh. És előtte úgy szintén egy 3 éves ismerkedési időszakunk volt Norbival. Uh-huh. Ja. Igen, és szintén keresztény. Szintén keresztény, igen. Körökben ismerkedtetek meg, és ő is keresztény. Igen, uh-huh. igen, igen. Uh-huh. Ahogy kezdtem a bevezetőben, voltam egy keresztény női alkalmon, amit te vezettél, Csilla, és az nagyon megérintett, ahogy az egészet csináltad. Aki te vagy, az érintett meg igazából, nem is konkrétan az, amit csináltál, hanem vala kedvességgel, magabiztossággal. És én úgy gondolom, hogy azt tudja így csinálni, aki megtalálta a helyét Krisztusban. És tudom, hogy ez így van nálad. Hogyha esetleg erről tudnál beszélni, hogy akár keresztényként is, mi volt ez a pont, vagy voltak-e ilyen pontok az életedben, amikor rájöttél, hogy miért élsz, hogy ki is vagy te igazából? Hát, mivel ilyen korai volt az én férhez menésem, tehát korán férhez mentem, így bekerültem a feleség az asszony szerepkörbe, uh-huh. és ez elég sok kötelességet terhet ró az emberre. Hamarosan jöttek a gyerekek is, először Jonatán fiunk született, meg aztán Hanna és a legkisebb lányunk Debora, uh-huh. de mindig volt bennem egy vágy, hogy valami mást is tehessek, valami más is az életem része lehessen, hogy szolgálhassak Istennek, és mindig ezt így próbáltam kutatni, hogy mi az a plusz, amit tehetek az én életemben. Bár nagyszerű dolgok voltak az anyaság és a feleség uh-huh. szerep is, és így fedeztem föl, hogy nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, nem csak otthon, hanem így a gyülekezetünkben is gyermekbibliaórát tartottam. Amikor a gyülekezetben az istentisztelet része volt a felnőtteknek, akkor mi gyerekekkel külön vonultunk, és ott tudtam velük foglalkozni, énekeltünk, bibliai történeteket magyaráztam, meséltem el nekik, és ezt nagyon élveztem, ezt az időszakot. Uh-huh. Eszembe jutott az, hogy én kisgyerekként én is hogyan kerestem Istent, és mennyire fontos, hogy egészen kiskorban a gyerekeknek megmutassuk, hogy Istentől nincsenek távol, és hogy elérhető számukra is. És mindig kaptam új ötleteket Istentől, hogy hogyan tudom kreatívvá tenni, hogyan tudom különböző szemléltető eszközökkel a bibliai történeteket tanítani, vagy akár ilyen kis színdarabokkal, amit volt, hogy én is írtam ilyen gyermekszíndarabot, hogyan tudom még inkább Isten jelenlétébe bevonzani a gyerekeket. Uh-huh. Tehát mindig az volt a vágyam, hogy keressék ők is Istent, és ne gondolják azt, hogy csak a felnőtteké, uh-huh. vagy az időseké a hit. Uh-huh. Magyarul itt találtad meg, hogy mik az értékeid, és hogy elkezdted kamatoztatni, de az igazi identitásunk, hogy igazából kik vagyunk, az, ahogy ezt beszéltük, általában nem az, amit teszünk, hanem belülről jön ez. Erre szeretnék rákérdezni, hogy
hogy már előtte gondolkoztál ezen, tudtad te, úgy, amíg nem csináltad ezt a gyerekekkel való foglalkozást, hogy pontakozott ki ez benned? Csak úgy belecsaptál, mert azt mondták, hogy itt a gyülekezetben nincsen gyerekmunkás, Csilla, gyere és tanítsd őket, vagy pedig ez már, érted, mit akarok kérdezni, hogy fogant ez meg benned? Igen, hát mindannyiunknak van egy önképünk, uh-huh. amit néha helyesen ítélünk meg, néha pedig helytelenül. Uh-huh. És én is ezeken nyilván keresztül mentem, uh-huh. ezen a folyamaton, hogy talán néha alulértékeltem magam, néha felülértékeltem magam, bár természetemből kifolyólag inkább az alulértékelés sajnos többször játszott uh-huh. szerepet. És valóban a bibliaolvasáson keresztül, Isten igényén keresztül értettem meg azt, hogy én nem az vagyok, amit én gondolok, nem csak az vagyok, amit uh-huh. gondolok magamról, hanem Isten, talán azt gondolom, hogy kevés érték van bennem, vagy kevés talentum, de Isten azt is tudja használni, és azt uh-huh. is tudja kamatoztatni. És nekem csak annyi a dolgom, hogy ezt Istenhez hozzam, tehát saját magamat úgy vigyem Istenhez, uh-huh. hogy ez vagyok, és kérlek, hogy te használj engem, uh-huh. te munkálkodj az én életembe. De ha jól értem, akkor igazából azt gondoltad, hogy azt a picit, amit te gondolsz magadról, oda teszed Istennek, hogy akkor ő ezt most kamatoztassa. Igen. És ahogy látom, Igen. az életed, ez már valósággal meg is történt. Mert ahogy kezdted az életed, ugye azt mondtad, hogy hát nem csak anya voltam, de hogy három gyereket úgy felneveltél, akik ma is keresztények, és csodálatos életük van. Aztán tanítottál más gyerekeket, és hát sok minden van még az életedben, amit csináltál, amiről fogunk beszélni, de most Hannát szeretném kérdezni, hogy nála ez az önértékelés, ez hogyan is működött, vagy működik a mindennapi életben. Ha jól emlékszem, akkor kicsit talán hasonlít ez az anyára. Ja. Mi még? Nem tudom miért. Nem vajon miért. Igen. Igen, bár én egy kicsit összetettebb vagyok, uh-huh. mivel apukám vonaláról inkább ezt a gyerünk és megcsináljuk uh-huh. és törtetünk irányt örököltem, és sokan azt gondolják, hogy ez is van bennem, de közben ott belül inkább anyára hasonlítok, hogy ez a jaj, én nem vagyok jó, jaj, nem vagyok elég uh-huh. szép, jaj, megint tükörbe kell nézni, jaj, már megint mit látok. Nem tudom megcsinálni. Jaj, úgyse fog sikerülni, és van a férjemnek egy nagyon jó mondása. Uh-huh. Néha mondja nekem, hogy figyelj, mi lenne, ha egyszer arra gondolnál, hogy mi van, ha esetleg véletlenül sikerül? Ha csak véletlenül. Aha. Ja, tényleg, igen. Aha. És a gondolkozás, elég... megváltozás, igen. ez nagyon fontos igen. dolog. Sajnos uh-huh. elég negatívan állok hozzá a dolgokhoz. Uh-huh. Hát, ami így az önértékelésben nekem segít, ez főleg az utóbbi években jött elő, eddig annyira nem is nagyon. Az, hogy úgy tudom elfogadni magam, hogy ha teszek azért, hogy mondjuk ami nem tetszik, akkor abba fejlesztem magam, vagy utána járok. Most mondok néhány példát, amit uh-huh. mostanában csinálok. Nem igazán tudtam mondjuk sminkelni magamat, vagy nem nagyon értettem hozzá, és ez sokáig zavart meg, úgy láttam, hogy mások mit csinálnak, de fogalmam se volt, hogy csinálják. És aztán eszembe jutott, hogy hát igazából ezt meg is lehet tanulni, tehát hogy felmegyek a YouTube-ra, nézek videókat, elmegyek egy néhány órás tanfolyamra, megkérdezem a barátnőimet, hogy te figyelj, mit csinálsz, hogy is. És rájöttem, hogy ez nem olyan dolog, amit lehetetlen dolog megtanulni, hanem utána kell érdeklődni. Vagy ott van például a másik, hogy ez a klasszikus minden nő rémálma, ez a jaj, kövér vagyok. És volt egy időszak, amikor nem nagyon foglalkoztam magammal, és aztán persze jöttek ezek a részek, hogy igen, most két hét alatt ennyi kilót lefogyok, és ez lesz, és az lesz. Aztán rájöttem, hogy ez nem igazán hatásos, és aztán beleépítettem az életmódomba a rendszeres testmozgást. Semmi extra, nyilván nem fogytam le 10 kilót, semmi, de,
de jobban érzem magam is, ha mondjuk azt látom magamon egy rossz napomon, mert általában ezek a rossz napon vannak, és a jó napon pedig az ember jobban érzi magát, és semmi nem változik, nagyon érdekes egyébként ez. Akkor tudom azt, hogy igen, de ezért teszek, rendszeresen mozgok, megteszek mindent, amit maximálisan tudok, és akkor ezzel így kicsit meg tudom nyugtatni magam. Tehát. Viszont Isten igényéből is láthatjuk azt, hogy azért azt mondja, van egy ilyen, igen, még az Ószövetségben, hogy nem a külsőt nézi. Igen. Esetleg ez vigasztal, mert engem nagyon sokszor vigasztalt ez az igen, hogy belül lát minket. Igen, és tényleg a legfontosabb az, hogy amikor rendben vagyok Istennel, és amikor tényleg nagyon erős a kapcsolatom vele, akkor az valahogy kiül az ember arcára, az a békesség, az a megnyugvás, és amikor nehezebb időszakok vannak, vagy sokat stresszelek, és mondjuk nem annyira keresem Istent, akkor az is nagyon meglátszik az arcon, hogy szomorkás vagyok, rossz kedvű. Tehát ez valóban így van, hogy minden más külsőség, de az igazi szépség az valóban belülről fakad. Ettől függetlenül figyeljünk oda a külsőnkre, de ez a legfontosabb, ami belülről jön kifelé. Nekem is van néhány tulajdonságom, ami felett így morfondíroztam testi adottság, amit úgyse tudok megváltoztatni, és sokszor zavart, és rájöttem arra, hogy vannak olyan belső tulajdonságaink, ami szintén negatív, és kevésbé zavar, és valahogy úgy éreztem, hogy Isten szólt hozzám, hogy inkább azokkal próbáljak foglalkozni, azokat megváltoztatni, mert azokat meg lehet változtatni. Hogy lehet megváltoztatni? Jój, beletenyereltem egy nehezebb kérdésbe esetleg. Ti mit tapasztaltatok akkor konkrétan? Van ilyen konkrét példád? Nem könnyű, de lehet. De először is azt szögezzük le, hogy azért az Isten szeret bennünket így, ahogy vagyunk. Igen. Ebben biztosak vagyunk. Tehát itt a sok a mi általunk felvett szemüveg által látott önmagunk, ő nem így lát bennünket, nem? Ebben azt hiszem, hogy megegyezhetünk. Attól függetlenül, hogy az ember azért őszinte magához, vagy esetleg a férje megmondja, hogy hát kedvesem, valamit kéne változni ebben, akkor ez egy jó tükör, mert ez is egy jó tükör nekünk. Akkor hogy sikerült? Nekem nagyon nehéz változtatni olyan dolgokon, amit a férjem vesz észre. Nem tudom nektek, hogy sikerül ez, hát ha tudunk segíteni más lányoknak, asszonyoknak ebben a dologban. Hát mivel férjünkkel vagyunk, töltjük el a legtöbb időt, nyilván, hogy ő fogja észrevenni a mi belső tulajdonságainkat. És hát ezek nálam is ilyen élethelyzetekből adódik, hogy most ha van idő rá, például az autónk ilyen elektronikus kulcssal működik, és tehát elég, ha egy méteres távolságban ez a kulcs ott van, nem kell sehova behelyezni. És múltkor úgy történt, hogy férjem odaadta az autót, én elmentem egy adott helyre, leállítottam az autót, és többet nem bírtam beindítani, mert kulcs nálam maradt. És nagyon-nagyon fel voltam háborodva, hogy lehet ilyen felelőtlen, hogy lehet ilyen figyelmetlen, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe hoz engem, és akkor telefonálgatnom kellett, hogy hozd a kulcsot, itt vagyok, hol vagyok. És hát sokáig dohogtam magamba. És néhány hétre rá egy ballagásra mentünk, akkor férjem vezetett, és mi kiszálltunk az adott a célállomáson. Férjem elment parkolót keresni, és a második utcánál leállt az autó, mert a kulcs az én táskámban maradt. És annyira megszégyenültem, hogy az a türelmetlenség, ami volt bennem a férjem iránt, ő pedig egy szót se szólt, és még ezzel sokkal jobban megszégyenített. Ez szörnyű, igen. És ezek a helyzetek is, hát nyilván előhozzák azt, hogy még van miből változnunk. Tehát a türelmetlenség,
az, hogy hamar felroljuk a másnak uh-huh. a másik félnek a hibát, uh-huh. ezek azért a mindennapok így nagyon kihozzák. Uh-huh. És hogy lehet ebből megváltozni, hát magamtól biztos, hogy nem menne. Uh-huh. Magamtól biztos, hogy nem. Hogyha tudom azt, hogy én is ugyanúgy hibázok, és a másik hibázik, azt ugyanúgy szeretettel kell kezelnem, meg megbocsájtanom neki, mert legközelebb én fogok hibázni. Uh-huh. És nálam ez így működik, hogy így a változást itt tudom behozni az életembe, uh-huh. hogy mindig szem előtt tartani, hogy bizony ugyanúgy meg kell, hogy egymásnak bocsássunk, uh-huh. ember, igyekszek így tenni. Van egy igénk, amit ki is van írva a stúdióban, ez a derékasszony dicsérete a példabeszédekből, és le van írva, hogy milyen szuper volt ez a nő. És ugye, igen. ezt már sokszor elmondtam, nem akarom a nézőket mutatni ezzel, hogy én nagyon utáltam ezt az igét, mert abszolút nem tudtam belehelyezni magam. Mindaddig, amíg megint nem értettem, hogy Isten engem egy más szemüveggel néz, és én nem úgy látom még magam, amivé majd fogok válni. És szerintem ezért tök jó, és egy ilyen izgalmas, örömteli kihívás a keresztény élet, és talán még visszatérnék arra, hogy mi is a kereszténység élhetősége, jó? Mert erre itt egy kicsit elsikkadt. Szóval én azt látom, és én is néhány évvel ezelőtt jöttem erre rá, hogy milyen klassz, és milyen élvezetes keresztényként élni. Mert nem csak azok vannak, sőt, igazából nem azok vannak előttünk, hogy ezt is meg kell csinálni, azt is, és ha nem csinál meg, akkor lesújt az Isten, jó fejbe vág. És akkor vége neked. Én így éreztem, és én így is nőttem fel. Na most nem tudom, hogy ezzel Hanna hogy áll, hogy akár esetleg az egyetemen ezt megélni, vagy a barátaid között, akik nem keresztények még, hogy lehet tényleg úgy bemutatni a kereszténységet, hogy az örömtel. Tehát lássák, hogy mi jól érezzük magunkat a bőrünkben. Hát nem könnyű, az biztos. Uh-huh. Azt gondolom, hogy igazából Istenen keresztül, tehát az ő kegyelmén keresztül lehet ezt bemutatni. Nem is tudom, gondolkodok, hogy valami példát tudok uh-huh. esetleg mondani, de most nem jut eszembe uh-huh. semmi. Uh-huh. Az nagyon fontos megérteni, hogy ezek tényleg nem törvények. Uh-huh. Nagyon, nagyon hamar, és szerintem nem is nagyon lehet olyan közeget mondani, ahol ez nem üti fel a fejét, mert ez törvényszerű. hogy törvényként kezeli az ember az Isten utasításait, de amikor elérkezik egy olyan pont az ember életében, hogy rájön arra, hogy ezek nem azok, hanem ebben tudunk igazán szabadak lenni, és, uh-huh. és nem is mi, mert mondjuk bennem, vagy bárki másban ott van elrejtve a bűn, és folyamatosan erre akar vinni a testünk, és folyamatosan ezt kívánkozik ki, ugye van az ige, hogy a lélek harcol a test ellen. Uh-huh. És amikor Istent kérem arra, hogy Istenem, figyelj, én nagyon gáz vagyok tényleg, tehát nem tudok mit mondani, nagyon-nagyon gáz vagyok, és nem tudok mit csinálni, de tudom, hogy te tudsz segíteni, úgyhogy légy szíves, gyere is tegyél valamit, mert tehetetlen vagyok, tehát ha mondjuk egy ilyen ima elhangzik, akkor azt ő biztos, hogy meghallgatja. Tehát olyan még nem volt, hogy erre nem válaszolt volna. Ha kérem, ha nem kérem, akkor viszont akkor nem nagyon avatkozik közben. Fürödj a nevedbe, igen. Igen, akkor nagyjából ez van, hogy hát akkor tedd azt, amit jónak látsz, de amint kérek tőle egy ilyen nagyon, nagyon mély dolgot, vagy egy nagyon, akár egy rövid imát is, hogy figyelj, segíts. Istenem, ez nekem nem megy, gyere is valamit tegyél, mert elvéreztem. Akkor ő jön is, és segít. Jó volt azt hallgatni, ahogy elkezdted ezt mondani, Csilla, hogy a gyerekeket elkezdted tanítani, és arról még nem meséltél bővebben, hogy szoktál írogatni is meséket, és különböző keresztény lapokba, amit még én sem tudok pontosan, hogy hova, úgyhogyha ezt erről mesélnél és mutatnál nekünk képeket, akkor azt megköszönjük. Igen, egy felkérést kaptam egy hitéleti
újságtól. Az élővíz gyermek melléklete a Mosolygó néven. És ez kimondottan gyerekeknek szól, ez a kis melléklet. Történetekkel, mesékkel, rejtvényekkel, különböző kis gyermekszáírásokkal. És ebbe az újságba kaptam felkérést, hogy írjak meséket. Hát ez is egy új kihívás volt számomra, és először azt gondoltam, hogy sokat panaszkodott otthon. Jaj, mesét kell írni. Jaj, nem tudom. Közben egy csomót mesélt neked, amikor kicsi voltál. Nem biztos, nem tudok ennek megfelelni, de nem véletlen talált meg ez a felkérés. Isten tudta, hogy valahol mélyen van bennem egy ilyen magocska, és észrevettem, hogy szeretek mesét írni, és egy olyan kibontakozás volt az életemben, ahogy formáltam ezeket a mese szereplőket, akár gyerek szereplők voltak, akár kis állat szereplők voltak a főhősei, és általában az újságnak mindig egy adott téma körül volt, történt a szerkesztés, tehát volt, ami család volt a témája, volt, amikor a gyermekek önértékelése, vagy hogy vigyázzunk a teremtett világra, például szemetelés ellen is írtam mesét. A csoki papír panaszkodott, hogy, és vitatkozott a főhőssel, hogy hova dobja és miért dobja el. Az igen. De sokszor visszanyúltam a gyerekkoromba is, hogy azokat a kis gyerekkori imákat is beleszőttem, amit én mondtam el, kicsit még olyan bátortanuló keresve Istent, és vannak benne ilyen történetek is, ami életszerű, tehát az én életemnek egy-egy mozzanata is. Klassz. Ez csodálatos dolog mesét mondani, igen. És főleg mesét írni, az megmarad. Igen, igen. Akkor most már élvezed. Most csinálod még, vagy egy kis időre most abba hagytad? Nem, most, most átadtam egy fiatalabb hölgynek, 4 évig foglalkoztam ezzel, és hát majd meglátjuk, hogy még milyen eredménye lesz. Szeretném, gondolkodtam, hogy esetleg egy könyvbe összegyűjtöm, hogy megmaradjanak számunkra is. Ez nagyon jó ötlet. De hát, ahogy én ismerlek, igazából nem ez a fő dolog, amit csinálsz. A férjeink kapcsán ismerjük egymást tulajdonképpen, és úgy tudom, hogy azért elég nagy vállalkozást csináltok, és nagyon nagy segítsége vagy ebben a férjednek, és a családból is, a fiad is ott dolgozik, ha jól tudom, és a vejed is. És ha erről mesélnél, hogy indult ez? Az elég érdekes a sztori, ahogy elkezdtétek ezt a vállalkozást, és hogy mivé vált ez a vállalkozás. Igen, hát ez is egy hosszú történet, és nagyon érdekes így ilyen idő után visszatekinteni a kezdetekre, amikor fiatalként összeházasodtunk, és megszületett az első gyermekünk, akkor én azt gondolom, hogy talán férjemet ez motiválta a család fenntartás, hogy kicsit változtasson az életén. Mind a ketten egy-egy cégnél dolgoztunk, tehát fizetésből, havi fizetésből éltünk. És ő így közölte velem egyik nap, hogy vállalkozni fogunk. És ennek az a következménye, hogy az ő fizetését rögtön be is fektetjük ebbe a vállalkozásba, hogy körülbelül 5000 forintot jelentett, de én még kevesebbet kerestem, mint ő. Akkoriban ez azért. Évek végén történt. És nagyon, nagyon kétségbe estem, hogy hát hogy fogunk megélni, mert hát szükség van mind a két fizetésre azért egy háromtagú családnak. És hát nagyon, nagyon imádkoztunk, hogyha valóban Istentől van, akkor áldja meg ezeket a lépéseket. Úgyhogy így belevágtunk a vállalkozásba, és nagyon kezdetleges módszerekkel
az volt a terv, hogy virágföldet keverünk és csomagolunk, és nagyon kezdetleges módszerekkel ezt elkezdtük végrehajtani. Sokszor még a munkaeszközöket is úgy kellett bérelnünk, kölcsönvennünk a szomszédoktól, például annak idején egy nagy beton keverő gépbe raktuk az alapanyagokat, és ott lettek ezek, ott keverődtek össze utána, pedig ilyen hagyományos kis tasakokba töltögettük, ez is mind kézzel történt, és leragasztva, és így járta a férjem a virágboltokat, és ajánlgatta a termékeket. Aha. Így indult, sok-sok így évvel indult. Ezelőtt. Igen. És ma hova jutottatok, esetleg, hogyha úgy szükszabon, igen, de azért néhány szót mondanál erről. A visszagondolva így, az első gépparkunk első darabja az egy Trabant volt, egy Trabant kombi, amiben néhány száz darab zacskó virágföldet tudott belerakni, és örült, ha csak 40-et hozott haza, vagy 50-et, és ami nem kelt el. Ahhoz képest most egy 10 000 négyzetméteres csarnokba, üzembe dolgozunk több gépsoron, és gomnyomásra mennek a dolgok, ha jól láttam. Minden jól megy, akkor igen. Igen, igen. Aha. És több kamion hordja az árut, teríti. Hat országba tudunk exportálni, és hát ha akkor valaki mondja nekünk, hogy ez fog történni, lehet, hogy megmosolyogom, de így történt. Uh-huh. És te hogy érzed magad ebben a pozícióban, amiben most vagy igazából? Te is, mindjárt mondom, hogy mit is írtunk el, és felejtettem, hogy ügyvezető, igen, igazgató is, igen, vagy a cégnél. Hát, amikor otthon voltam a gyerekekkel, uh-huh, akkor nyilván a gyerekek voltak a fő profilom, igen, de utána tudtam már, tehát közösen vezetjük most ezt a céget. Hogy tudtál váltani? Mert ez azért óriási dolog. Akár egy... Beleszólhatok? Igen. Emlékszem. Hogyne, ez lenne a jó. Kisegít. Igen. Hát én úgy emlékszem, hogy felvettek előtte egy embert ilyen adminisztratív dolgokra, aha, és nem, valamiért nem volt jó. Majd anya biztos elmondja, nem működött ez a személy, és hát elküldték, uh-huh, és hiány volt. Aha. És akkor jött fel valahogy anya neve, hogy hát végül is ő is tudná csinálni, hát mi már nagyok vagyunk, de hát, aha, én, de hát ott, jaj, kint, hát a fiúk között, és én egyedül ennyire emlékszem, hogy a kezdésből, és vissza is adom a szót, de nekem ennyi maradt meg. Valóban nehéz volt elszakadnom a gyerekek mellől, de már nagyok voltak, és akkor így bevonultam a cég életébe. Mm. Egy picit valóban távol áll tőlem, hogy ez az üzleti világ, uh-huh, mert én magamat nem tartom így, úgymond üzletasszonynak. Tehát, hogy férjem mögött ott vagyok, és támogatom, és de minden nap ott vagy, és igen, segítesz, igen, besegítesz, igen, könyvelsz is. Igen. Vagy igen, bizonyos minden részt, igen, uh-huh, igen, uh-huh, én csinálok, tehát könyvelő a végzettségem. Uh-huh. És tudok ezzel a iskolai végzettségemmel tudok segíteni a cég, uh-huh, életében, de inkább csak segítőtársnak gondolom magamat. Oké, okay, lehet, hogy ezen változtatni kéne. Én azt gondolom, uh-huh, hogy most az én helyem inkább teljes erőbedobása a férjemnek a, uh-huh, a támogatása, és azok az oldalak, ahol én tudok, uh-huh, szolgálni, az inkább egy kicsit a humánubb, uh-huh, oldal. Uh-huh. Hadd kérdezek arra rá, hogy ugye, ahogy így most elmondtad, azért elég nagyot nőtt a vállalkozás, és lehet mondani azt, hogy sikeres a vállalkozás. Amikor én felnőttem, amíg felnőttem, ez keresztény körökben abszolút nem volt szokványos, vagy mintaértékű, sőt, netán azt mondták, hogy hú, ha gazdag vagy, akkor te nem is az Isten szolgálod. Hogy lehetsz te gazdag? És
mondanál erről néhány szót, mert azt gondolom, hogy a Biblia ezt nem tiltja, de nem én akarom ezt megmondani, hanem hogy tudtad ezt a szívedben rendezni, hogy ez Isten ennyire megáldott, hogy igenis, óriási, amit csináltok, úgy fizikailag, mint anyagilag. Igen. Hogy jutottál arra, hogy örülsz ennek? Nem, először nem örültem a vállalkozásnak, olyan értelemben, hogy férjem elgondolása szerint, amikor az éveknek az eredményei már látszottak, tehát pénzt keresett, akkor az ő elgondolása szerint ezeket mind visszafordította a cégbe. Uh-huh. És én csak azt láttam, hogy dolgozunk, sokat vagyok egyedül, várom a férjemet éjjel haza, egyedül vagyok a kisgyerekekkel, és mindent megteszek, és támogatom, és helytállok több fronton is, és azt látom, hogy valahogy mégsem jut. Tehát nagyon szigorú pénzkezelésben éltünk, nagyon nem költekeztünk, uh-huh. nem tudtuk még élvezni, úgymond a munkának a gyümölcsét. Igen. És ez nekem egy nagyon nehéz időszak volt uh-huh. amikor várakozni kellett uh-huh. erre, de aztán Isten megáldotta a mi munkánkat, és azt láttuk, hogy mindig egyre több lehetőséget uh-huh. nyit meg előttünk üzleti téren is, és tudunk. Most már örülsz. Sőt, ha jól tudom, akkor Isten megáldott benneteket azzal, hogy adakoztok. Gondolom, hogy ez a része sem olyan, hogy nem beszélhetsz róla, mert hogy ez az Isten igéjében igen. meg van írva. Esetleg, ha erről néhány szót mondanál. Igen, hát ez egy fontos pillére az életünknek, uh-huh. mert amit kaptunk Istentől, azt szinte kötelességünk uh-huh. viszonozni, de uh-huh. nem csak kötelességből tesszük, ez hanem szívünk vágya is, uh-huh. hogy uh-huh. megkeressük azokat a pontokat, ahol jó ügyeket tudunk támogatni. Igen. És szinte férjemnek ez az egyik szolgálata, aha, ha mondhatom én, így, én tudom, hogy odáll uh-huh. olyan, nem csak odáll, hanem ő saját maga is talál olyan dolgokat, olyan eseményeket, uh-huh. amit tud támogatni, uh-huh. és ezt is nagyon szívesen teszi. Óriási. Hát ezért állt meg az Isten bennünket, hogy amink van, azt igen. továbbadjuk. Hannát megáldotta avval, hogy zongorázik és énekel, és hát Facebookon azért rajta vagyunk, és szoktam nézegetni, amiket Hanna is feltölt, és az egyik ének, azt nem tudom hányszor hallgattam meg, de elég sokszor, ami föl lett töltve, azt hiszem egy ilyen konferencián énekelted el, a szél. Hogy született ez az ének? Mi is ez az ének, miről szól, és hogy született meg benned? Hát jó, vele kezdek. Oké. Okay. Abban az időszakban, amikor ez a dal született, akkor kezdtem igazán megérteni azt, hogy Istennek van egy terve az életemre, uh-huh. és nekem az lesz a legjobb, hogyha ebbe beállok, vagy kikutatom azt, hogy merre felé szeretne vezetni, és azt teszem. És van ez az ige a János evangéliumában, hogy a szél fúj, amerről jön, és nem tudjuk, hogy merre tart, és, uh-huh. és a Szent Szellem is hasonlóan működik. Ő is hasonlóan vezet bennünket, hogy egyszer csak megfog, és visz valamerre, és nem is tudjuk, hogy hova, de visz. És olyan erőteljesen átéreztem ennek a soroknak az értelmét, valahogy úgy egy pillanat alatt megértettem, uh-huh. mint amikor Isten bölcsességet ad arra, hogy uh-huh. hogy hirtelen megértesz valami uh-huh. hasonlatot az igéből, hogy tényleg, hogy jön a szél, és akkor elvisz minket, és azt se tudjuk, hova megyünk, csak megyünk, mert van egy uh-huh. áramlat, és visz bennünket. Uh-huh. És hát erről íródott a refrén, uh-huh. aminek az a szöveg, hogy nem tudom, hogy a szél honnan fúj, és hova megy, uh-huh. de én is erre vágyom, hogy lelkeddel így vezess. Aha. Nem számít más, nincs ennél fontosabb, csak hogy tervedben használt szolgálat, Uram. És ez rólad szól, Hanna. Ez rólam szól, aha, igen. Ez csodálatos így hallani is ezeket igen. a sorokat. Igen. Magyarul, akkor van egy álmod azért,
Igen. Egy része már meg is valósult, talán most ez inkább anya bátorítására, ha jól tudom, úgyhogy nagyon kiegészítitek egymást, hogy látjátok, amikor az szüksége van a másiknak bátorításra. Azt látom, hogy te is bátorítod anyát, igen, és az anya is téged, és megszületett egy CD, igen, erről. Mikor és hogy? Igen. Hát emlékszem még egy nagyon régi beszólásukra anyáéknak, hogy hú, Anna, te annyi dalt írsz, lehet, csinálhatnál belőle egy CD-t, és akkor így én jó mérgesen mondtam, ja persze, még mit nem egy CD-t, tök hülyeség. Tényleg annyira távolinak tűnt, hogy ez a soha. Igen. És hát ez azért elég régen volt, mondjuk 15 éves voltam, tehát akkor mondjuk tényleg eléggé lehetetlennek tűnt, aha, de ez a CD, ez tavaly készült el, tavaly vittük a stúdióba, öt saját dal van rajta, saját írású dalok, és hát nagyon sokan segítettek, tehát valójában most az ilyen csapatmunka volt, tehát mondanám azt, nem az én érdemem, amit valószínűleg nem hisznek el az emberek, de tényleg nem az én értelem, hogy ez megszületett, és egy nagyon, nagyon jó hanganyag lett. Nagyon ügyesen segítettek a hangszerelésben, a felvételekben, tehát tényleg maximális segítséget kaptam mindenhonnan, hogy ezek megszülessenek. És ha jól érzékelem, akkor még sok ének van benned. Van, igen. És van még ilyen terved, most már egy kicsit bátrabb vagy, hogy... Most már egy kicsit bátrabb vagyok, igen. Ez nagyon jó. A hangom is valamilyen szinten azért ilyen, mert tegnap egy nagyon hosszú próbán voltunk, és hát betegen énekeltem. Egy 3-4 órát is nem tett annyira jót neki. De hogy közeledünk a végéhez, így igen, egyre jobb a hangod. Egyre inkább kitisztult. Igen. Hát most... ebben az évben egy dalnak a felvételét tervezzük, ezt is úgy nyertük, tehát, hogy tényleg nem tudok semmit mondani. Isten kegyelme ez, és néha csak így meglepődök, hogy olyan dolgokat rak elém ezekkel kapcsolatosan, hogy nyerünk egy videóklipet, nyerünk egy dalfelvételt, valaki odáll is azt mondja, hogy figyelj, támogatlak, gyere, dicső is nálunk, és meg így szétteszem a kezem, hogy mi van? Miért? Tehát, hogy így nem, nagyon érdekes az egész. És tehát ebben az évben egy dalt fogok még így közkincsé tenni, és jövőre szeretnék egy CD-t elkészíteni azóta összegyűlt dalokból. Köszönöm szépen. Még arról nem beszéltünk, hogy csinálsz ilyen női alkalmakat ott a kicsi városotokban. És ha jól érzékeltem, ez is a szíved csücske, hogy mindazt, amit te már megtapasztaltál Istenből, meg átéltél, azt átadd ezeknek az asszonyoknak. Hogy született ez meg, egyáltalán hogy csinálod ezeket, hogyha néhány szóban erről beszélnél? A női alkalmak... Van, csak segítőtárs voltam. Van egy nagyszerű... A kezdetekben. van egy nagyszerű, hát kölcsönösen segítjük egymást, egy hölgy, és az ő szívére helyeződött, és az én szívemre is, hogy mennyire fontos, hogy mi nők, mi asszonyok is ott álljunk a helyünkön, hogy tudjuk, hogy mi az, ami fontos, fontos feladataink vannak. Én azt látom az életemben, hogy Isten sokat formált így az utóbbi években is. 29 éves éve vagyok férnél, és hát ez most már rengeteg idő, mert épp gondolkodtam. Ezzel most én is meglepődtem. Épp gondolkodtam, hogy többet éltem házasságban, mint egyedül, aha, tehát már lassan nem is tudom, hogy... Ki voltál régen? Jó, igen. Aha. De látom azt, hogy nem mindegy, hogy hogyan éljük meg az asszonyi mi voltunkat, a feleség mi voltunkat. Például most Isten tanított engem arra, hogy sokkal jobban kell tisztelnem a férjemet. És reméljük, ez nem üti ki néhány asszonynál a biztosítékot. Okay. Megadni azt a férji tiszteletet, amit de mi is ezt várjuk, igaz? Igen, de szóval... akkor tudjuk visszakapni. Igen. És igyekeztem tudatosan is
ezt kimutatni a férjem felé, például ilyen kis dolgokkal is, hogyha hazajön, akkor kimegyek az ajtóba, és ott fogadom, és kinyitom az ajtót. Nem azért, mintha neki nem lenne kulcsa. Vagy nem lenne keze. És nem tudna bejönni, de ezt aha. Én ezt valahogy szívemből, uh-huh. szívemből adom is. Uh-huh. És azt vettem észre, hogy sokkal többet kapok, uh-huh. mint amit én adok. Uh-huh. Amikor bejön, és megölel, és magához húz, akkor látom, hogy ő is boldog, de engem is olyan boldoggá tesz, hogy sokkal több dolgot, sokkal nagyobb örömet kapok így tőle. És hát így szeretnénk ezeknek a hölgyeknek is bemutatni azt, hogy talán kis példaadással is, hogy igazából akkor tudunk boldogok lenni. Hogyha akkor tudunk boldogságot kapni, ha mi is sokat adunk. És ezekre vannak ezek a női igen, alkalmak? Igen, ezekre ilyen vannak. Témákról beszéltek? Kimondottan uh-huh. a női alkalmak, mert nem elég a mi gondolataink, a mi érzéseink, hogyha azt gondolnánk, hogy bennem van annyi szeretet, amennyi kell, hogy van annyi türelem, amennyi kell, de uh-huh. emberileg ezek olyan gyorsan elfogynak, uh-huh. és elég egy pillanat, hogy kiessünk ebből az emberi türelmünkből. De hogyha igazán Istennel olyan szoros a kapcsolatunk, és megengedjük Istennek, hogy használjon, formáljon minket, hogyha minden nap bele rejtkezünk az ő jelenlétébe, uh-huh. akkor ez többre elég, ez a szeretet és ez uh-huh. a türelem, és így sokkal jobb a házasságom. Uh-huh. Tehát valójában boldogabb vagyok. Igen, hogyha egy kicsit megteszünk. Boldogabbá teszem uh-huh. így uh-huh. hiszem, hogy így tudunk mi is boldogabbak lenni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és nagyon hiszem azt, hogy sikerült úgy bemutatni egy édesanyát a lányával, hogy az önöknek is nem csak hogy tetszett, hanem pozitív dolgokat is szűrhettek le belőle, és talán megélhetővé is tudjuk tenni mindazokat, amiket hallottunk tőlük. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és minden jót kívánok önöknek, viszontlátásra!